Köszöntöm a nézőket! Életünkben egyetlen egy biztos és fontos dolog van, az pedig a változás. A változás elkerülhetetlen, hogyha csak arra gondolunk, hogy milyen rohamosan fejlődik körülöttünk a technológia, vagy változik a munkaerőpiac, a családok szerkezete, vagy akár a társadalmi értékek és normák, akkor az életünkben folyamatos változásnak vagyunk kitéve. Mégis úgy tűnik, hogy ezekre a változásokra nem vagyunk teljes mértékben felkészülve, főként akkor nem, hogyha a változás valamilyen veszteséggel jár. Az életvitel mai témája a veszteség lesz, vendégeim pedig Husztiné Hajdú Erika, pszichológus, és Szabó Tamás, görögkatolikus lelkész. A vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és akkor induljunk ki abból, hogy a változás jelenthet-e minden esetben veszteséget. Talán a pszichológustól kérdezem meg először ezt, mert hogy a napi gyakorlatban is találkozik ezzel. A változás nem jelent minden esetben veszteséget, aki erre felkészült, és eleve tudja, hogy egy másik szakaszban fog lépni, és ezt tudja a fejlődés részeként is kezelni például, nem fogja veszteségként megélni, azok az emberek élik meg veszteségként, akik kevésbé nyitottak az új helyzetek iránt, a kihívásokat nem szeretik annyira, nehezebben engedik el a korábbi megszokott biztonságos keretet, mert gyárilag úgy vagyunk összerakva, szoktam mondani, hogy azt szeretjük, hogyha biztonságban érezzük magunkat, ha kiszámítható valami, a változás meg pont nem erről szól. És ezért élik meg jó néhányan veszteségként azt a biztonságvesztést, amivel jár a változásoknak a bekövetkezte. De ez jelenti-e azt, hogy nehezebben alkalmazkodunk új helyzetekhez és új szituációkhoz, vagy ez teljesen egyénfüggő? Hát ez egyénfüggő, meg típusfüggő, mert vannak olyan emberek, akik kimondottan szeretik az új kihívásokat, a változásokat az életükben, az ő számukra ez sokkal könnyebben megy. Mit jelent a veszteség anyagi értelemben, szellemi értelemben az embereknek, amikor már eljut oda, hogy ezt meg is osztja valakivel? Én arra gondolok, hogy amikor veszteség élményről mesélnek, akkor mi mindent hoznak föl, mi mindent említenek meg az emberek, akár a pszichológusnak is, hogy ez is ez veszteséggel járt számomra, ezért és ezért. Tehát hogyan haladnak végig ezen a folyamaton? Most több mindent kérdeztél egyszerre. Én onnan szeretnék elindulni, hogy legalábbis ez jutott eszembe a felsoroltak kapcsán, hogy kétféle karakterjegy van alapból. Vannak azok az emberek, akik számára a létezés a fontosabb, mások számára meg a birtoklás. Egyszerű példával világítom meg, hogy az az ember, aki sétál a mezőn, és úgy gyönyörködik a virágban, hogy leszakítja és hazaviszi, ő az, aki birtokolni szeret, a másik ember pedig gyönyörködik a virágban, valahol egyé is válik a természettel, és elviszi azt az örömet magában, amit jelent neki ez a kis virág, és ő rá mondjuk azt, hogy ő számára inkább a létezés a fontosabb. Tehát mindaz, amit élményként elvisz a másik ember számára, meg az a fontosabb, hogyha valami akár tárgyasul is, és ott van, és az övé, és megfoghatja, és elviheti, és elteheti, presztist jelent számára anyagi és szerepköri értelemben is. Ők azok, akik nehezebben élik meg a veszteséget, hiszen ha valami eltűnik az életükből, anyagiak például, vagy ont vesztenek, vagy tárgyakat vesztenek, számukra értékes tárgyakat, az sokkal nehezebbé teszi a mindennapjaikat, mint azoknál, akik a létezés örömét tudják megélni, és az élményt viszik egy helyzetből tovább. Mindenki számára lehet nehéz természetesen az anyagi veszteség is, és akkor ilyenkor valahol mindig fontos az, hogy át tudja-e gondolni valaki azt, hogy miért is történt ez. Tehát van egy megértés ezekben a folyamatokban, hogy tudja a saját szerepét is végig gondolni ezekben a helyzetekben, és nem csak a külső körülményeket okolja.
amikor valaki a saját szerepét is érzi, az azért jó, mert a kontroll érzést tudja visszaszerezni egy adott helyzetben, vagy legalább egy részét, akár abban is, hogy fogja újra felépíteni azt, amit elveszített, és akkor már nem olyan kiszolgáltatott ebben a helyzetben, tehát gyakorlatilag ezekben teszünk lépéseket, és ezeket járjuk végig, amikor valaki le tud zárni akár egy ilyen helyzetet is. De ugye egyébként a veszteségeknél nagyon fontos mindig, hogy milyen síkon történik ez a veszteség, mert hogy ez megnyilvánulhat a kapcsolatainkra vonatkoztatva, megnyilvánulhat az önbecsülésünkre, a szerepeinkre vonatkoztatva, és az sem mindegy, hogy valaki mondjuk a veszteséget, akár az anyagi veszteséget valamilyen áldozati szerepben éli meg, tehát bűncselekmény áldozata lesz, vagy valami katasztrófa áldozata lesz, vagy én ide szoktam sorolni a ma egyre többet emlegetett mobbingot, munkahelyi pszichoterrort, mert hogy ott is lehetnek ilyen következmények, és akkor ezek mind-mind másfajta megközelítést kívánhatnak a gyakorlati munkában, még akkor is, ha van közös vonulatuk. Ebben a nagyon elanyagiasult világban van-e elég lélek jelenléte az embereknek ahhoz, hogy most akkor bármilyen típusú veszteséget, de fel tudjon dolgozni, el tudjon fogadni? Szerintem most izgalmas ez a felvetés, ugye, hogy ketté választottuk itt a típusokat, hiszen ha belegondolunk a Szentírásban, ez elég egyértelműen megjelenik. Amikor Krisztus azt mondja, hogy nézzétek a mezők liliumait, nézzétek az egek madarait, hogy nem vetnek, csűrökbe nem raknak, mégis az Istennek gondja van rá. Tehát szerintem a mai korban igenis ez egy nagyon nagy kihívás, hogy mindannyiunk életében ez a két típus közül melyik felé mozdítjuk a mindennapjainkat, melyiket éljük meg jobban, melyiket tápláljuk jobban. Miközben ugye a reklámok világából minden arról szól, hogy szerezd meg, birtokold, és akkor jó lesz, ami éppen ezért ugye függővé tesz valamilyen szinten, hiszen amiért sokat dolgozunk, amiért sokat teszünk, az lényegessé válik számunkra. Míg a másik oldalról, ha csak a mezei világot nézzük, akkor egy adottság és egy lehetőség az élet teljessége, és néha tényleg döbbenetes, ahogy az ember rájön arra, hogy talán nem is kellene nagy dolgokat tennünk, hanem csak észrevenni, hogy az élet maga sokkal többet ér. Talán akkor érezzük ezt, amikor azt látjuk, hogy az élet mint lehetőséget is elveszíthetjük, és akkor abban a pillanatban se a tárgyak, se az értékek nem válnak olyan fontossá, hiszen ha fel kell raknunk patika mérlegre, hogy most mennyit ér, akkor bizonyára mindent képesek vagyunk feláldozni és odaadni csak azért, hogy az élet tehát magát megkapjuk, vagy magát az élet élményt is. Tehát lelkészként azért például azt látom, hogy nekünk nagyon nagy feladatunk a Krisztusnak ezt a típusú szabadság forradalmát átadni az embereknek, amikor azt mondjuk, hogy tehát mi nem a szegénység mellett kampányolunk, hanem hogy a tárgyaktól való függetlenség mellett, ami egyfajta lelki szabadságot jelent, és talán könnyebbé teszi mindazt, hogy ami az életünkben következik változás, az adott esetben veszteséggel is járhat, hiszen nem a tárgyhoz kezdünk el ragaszkodni, hanem az élethez magához. De egyébként mindenért versengünk mostanság, hogyha már megfigyeljük azt, hogy egészen pici gyerekeket mire tanítunk, mire nevelünk, akkor benne van ugye, hogy versenyezzen, szerezze meg, és akkor nem feltétlenül csak anyagi javakat vagy tárgyakat, hanem mondjuk kapcsolatokat, barátságokat, érzelmeket, gondolatokat, bármit, és ha nem szerzi meg, akkor vesztett. Tehát ő a vesztes, benne van a veszteség, és akkor ez tényleg már egészen pici az óvodáskortól tanulja a gyerek, ami felnőtté válik, aztán pedig szembesül azokkal a veszteségekkel, ami folyamatosan éri, és nem tudja elfogadni ezt a veszteséget. Tehát itt van valami hiba akkor. És ez olyan szinten hiba, hogy tovább megy például a kapcsolatokban, olyan vonatkozásban is, hogy vannak azok a típusú emberek, akik birtokolnak nézőpontokat, elveket, és akkor a másik is, és őre mennek, mert mindenáron nem csak versenyezni, hanem győzni akarnak, és ez jelenti számukra a mindennek a ne továbbját, míg van a másik típusú ember, aki úgy tud leülni a másikkal, beszélgetni, hogy számára inkább egy érdekes nézőpont vagy kiegészítése az ő tudásához képest, amit a másik tud, és akkor valami olyasmire jutnak, mint hogyha több oldalról járnák körbe ugyanazt a témát, tárgyat, és a végén nem állnak fel úgy, hogy vesztettek azzal, hogy meghallgatták egymást, vagy közös irányba mozdultak. De hogy ez gyerekkorból kell kezdeni. Gyerekkorban kell kezdeni. Ez jellemző-e most manapság?
Lehet, hogy csak én látom így, hogy ez a kevesebb, és nagyobb súlyban jelenik meg az a győzelemészség, vagy a veszteség elkerülése mindenáron a célom, és ez mindenben ott van, akár egy munkahelyi teljesítményben, akár egy családi kapcsolatban is, vagy házassági kapcsolatban is, és hát ugye ebből adódnak utána problémák. Gyakorló apaként, ugye viszonylag izgalmas ez a téma, hiszen kisiskolás gyerekeink is vannak, óvodáskorú gyerekeink is vannak, és egész pici is otthon. És ez nálunk egy komoly téma, hogy hogy tanítjuk meg a gyerekeinket arra, hogy veszíteni is tudni kell. És ebben egy nagyon izgalmas terület, hiszen hogy hol van a határ, amit még neki meg kell tapasztalnia, és adott esetben nekem szülőként, bocsánat a kifejezés, a kötelességem a gyerekemet eljutatni oda, hogy vesztes pozícióba is hozzam adott esetben, és hol van az a határ, ahol az ő önbizalmát, élethez való pozitív hozzáállását már ez bánthatja, vagy sértheti. Ez egy komoly kihívás. Mi például a sportot ezért használjuk fel a gyerekeink életében, hogy igenis ott azért megtanulunk győzni is, és talán megtanulunk veszíteni is. És éppen ezért valamilyen szinten el is várjuk tőlük, hogy valamilyen módon sportoljanak túl, azon túl, hogy van egy testi hatása és egy élettani hatása, de hogy például veszíteni is általában játékosan is meg lehet tanulni. Ezért fontosak a közös asztali társas játékok, hogy leülünk együtt, ahol valószínűleg egy fog nyerni, és a maradék 3-4 gyerekünk pedig azt tapasztalja meg, hogy most ő valamilyen módon veszít. Tehát ugye, ha a veszítésnek a tudományát megtanulni, játékosan, ha szabad ezt mondani, ami azért kell, hogy amikor majd az élesben, az életben oda kerül, akkor legyen egyfajta modellje, egyfajta szokás, hogy igen, most nem egy játékot veszítettem el, de ott akkor hogyan tanultam meg, mit tettem, hogyan léptem túl rajta. Tehát mint minden mást azért ezt szerintem meg kéne tanítani a gyerekkorban, és megint csak itt jön az a világ, amely azt mondja, hogy nem. A mi gyerekeink a kis királylány, a kis hercegnő, aki mindig mindent megkap a családi környezetben, ahol minden belül a középpont, ő válik a családnak a központjában. És ugye az első traumája ilyen szintű vesztesége valószínűleg az lesz, amikor bekerül az óvodába és találkozik 28 másik kiskirállyal és kiskirálynővel, és ugye itt kezdődik el a kapcsolataimban is az első veszteség, hogy hát bizony nem csak enyém a figyelme az óvónéninek, nem csak az én véleményemre kíváncsiak, meg kell tanulnom csendben maradni, és a másikat is meghallgatni, és ezeket a dolgokat. Tehát mindenképpen én azt hiszem, hogy meg kell tanulnunk veszíteni, és meg kell tanítani veszíteni a ránk bízottakat. Ez az első lépés, a második pedig, ami rögtön eszembe jutott, hogy meg kell tanítani már egészen pici kortól a gyerekeket, aztán utána az embereket arra, hogy tudják segíteni társaikat a veszteségek feldolgozásában, mert hogy ebben nem kell, hogy magunkra maradjunk, és sokan ezt sem tudják. Ez így van. Vártam a kérdést, hogy lesz esetleg kérdés, de megerősíteni tudom természetesen. Vannak magányos harcosok meg, akik depresszív módon akár, vagy neurózis más formái kapcsán kivőrekednek, izolálódnak, és akkor sokkal nagyobb terhet cipelnek, mint amit kellene cipelniük. Ugyanakkor meg azok, akik meg tudják osztani a terhet, szoktam mondani azt, hogy a kosár egyik fülét át tudják engedni másnak is, és akkor megbeszélik a dolgaikat, támogatást kapnak, ötleteket kapnak, vagy egyszerűen csak fel tudnak töltődni a másik társaságában, már elvisznek valami pluszt ahhoz, hogy nem annyira borzasztóak esetleg azok a veszteségek, amiket megélnek, vagy ha egyébként borzasztó a veszteség, akkor se marad vele egyedül, csak mondani kell, vagy érte kell nyúlni, tehát a segítség után kell nyúlni. És mikor itt beszélgettünk kint az előbb, akkor szóba került köztünk, ami elég gyakran szóba kerül szakmai körökben, hogy akkor most kinek meddig terjed a kompetenciája. Én erre azt szoktam mondani, hogy nem gondolom, hogy az lenne az elsődleges, hogy éles határt húzzunk, hogy mi a pszichológus kompetenciája, mi a pap kompetenciája, mi a szomszéd kompetenciája. Egyszerűen, amikor ott vagyunk egy helyzetben, akkor az a fontos, hogy látjuk-e a másik szenvedéseit, kínlódásait, mi lépünk-e, ő nyit-e felénk, és akkor egy együtt utazós, vonatos
két-három órából is jóformán terápiás értékű segítséget lehet varázsolni, ha valaki elmondja a veszteségeit, és egész más lesz az eredménye, hogyha hallgatnak. Természetesen van egy olyan mértéke a problémáknak, amikor már valóban érdemes szakembert felkeresni, de hogy ez lenne az elsődleges, amit mondtál, hogy nyitni és elmondani és megosztani. Nyilván nem véletlenül dobtam föl neked a labdát, mert hogy ugye te és Tamás is találkoztok olyan krízisben lévő emberekkel, családokkal és beteg emberekkel is, akik valamilyen veszteséget már megéltek, vagy valamilyen veszteséget meg fognak élni, ugye, hogyha arra gondolunk, hogy súlyos betegek hozzátartozóinak szánnak ma már bizonyos terápiákat, akkor ugye szerintem a néző is érti, hogy mire gondolok, miről beszélünk. Tehát szerintem ezek a legnagyobb kihívások a ti szakmáitokban, most akkor több számban mondom, hogy ott megtalálni a helyes utat, hogy hogyan tudjátok ezeket az embereket, vagy a családtagokat segíteni a veszteség feldolgozásában. Szerintem itt egy picit megérinthetjük az elmagányosodásnak a témáját is. Régen ez egy kicsit természetesebb közegekben zajlott le. Kezdve onnan, hogy a lárópart szélén a ház előtt lévő kispad, ami tökéletesen alkalmas volt arra, hogy vasárnap délután nem gasztronómiai meghívásokkal fűszerezve is, takarítással is, mindennel fűszerezve ültek le emberek beszélgetni, hanem egyszerűen csak leültek beszélgetni, és kibeszélték magukból. Egyszerűen összejártak, és együtt énekeltek, és kiénekelték magukból. Kitáncolták magukból, kiimádkozták magukból. Egy közösségben azért egészen fontos szerepe volt, hogy leült a másik mellé, végighallgatta. És megint csak a gyerekeim esetében is látom azt, hogy sok esetben ők szívesen használják már egymást föl arra, hogy segítséget nyújtsanak a másiknak, vagy éppen kérjenek. És sokszor azt látjuk, kicsit már féltékeny, hogy meg tudják oldani nélkülünk is, és ez működik. Tehát azért nem benne, hogy Krisztus is azt mondta, hogy közösséget hagy maga után. Nem egy tanrendszert, hanem 12 apostolt és a köré épülő közösséget. Szerintem valahol ott indulna el sok embernek a lehetősége, hogy rájöjjön, hogy nem egy ember, hanem egy közösség képes felvenni az én nehézségemet, az én problémámat, az én veszteségemet. És ezek a közösségi élmények adott esetben képesek lesznek elfogadható tenni ezeket a kérdéseket, és talán nekünk is a feladatunk így már lehet, hogy csak a sok esetben az organizálni kellene az eseményeket, hogy akkor kit kihez kötünk össze, és kinek mondjuk azt, hogy figyeljetek egy picit jobban rá, meg akár segítő szakmáknak, egy szociális gondozásnak, stb. Sok esetben azt látjuk, hogy talán ez az egyik legizgalmasabb területe. Ha jól tudom, a haldoklási folyamatban is például a sok esetben nem a halálfélelem, hanem az izolációs félelem a legnagyobb, hogy ő egyedül marad, hogy nincs mellette senki. És ugye azok a mozgalmak, amik egy ilyen esetben odaállnak az ember mellé, akár csak egy kézfogása, hogy nem vagy egyedül, itt állunk melletted, és nem egyedül mész ezen az úton, mert valaki melletted áll, már nagyon sok mindent segít, és szerintem gyógyít is. Tudunk-e tanulni a veszteségeinkből, és akár az egyén, akár egy közösség, de akár egy egész nemzet is. Tudatában vagyunk-e annak, hogy a veszteségből igenis lehet tovább lépni, tovább épülni és tanulni? Én szerintem azt kellene sok esetben megtanulnunk, hogy megint globálisabban elképzelni ezt az egészet. És látni azt, hogy nagyon sok veszteség igazából egyfajta áldozat valamiért, ami majd későbbiekben meg fog valósulni. Akár egy sportolónak is mennyi veszteség, hogy lemond a csokoládéról, minden másról, hogy majd amikor az aranyérmet a nyakába akasszák, akkor azt mondják, igen, megérte elszenvedni a veszteséget. Egy társadalomban, egy közösségért felajánlott veszteségben. Tehát szerintem meg kell tanulnunk azt, hogy a veszteséget adott esetben értékessé és értelmessé tegyük. Ugye azt hiszem, Gyökösi Endre bácsinak volt ez a mondata, hogy nincs értelmetlen, csak meg nem értett szenvedés. És ha ebben valami pluszt találunk, akkor már nagyon sok izgalmas dologgal is találkozhatunk. Nekem 2 ilyen konkrét élményem is van. Az egyik egy idősebb hölgy évekig panaszkodott, hogy a családja, hát vajon mi lesz az ő üdvösségükkel, nem úgy élnek meg hasonlók. És sajnos több mint egy évig neki gyakorlatilag súlyos ágyban fekvő betegként kellett megélni mindezt. És amikor beszélgettünk, ő mondta ki azt, hogy hát tisztán úr, évekig azért imádkoztam, hogy a családomért tehessek valamit.
és talán így teszek a legtöbbet, hogy ők itt vannak mellettem, és gondozniuk kell, hiszen egyszer hallott egy prédikáció Valószávi Szent János mondatát, hogy az emberek szolgálatán keresztül vezet a mennyországba a legrövidebb út. Tehát ő gyakorlatilag az ő elesettségét, az ő betegségét, az ő életének a tragédiáját gyakorlatilag rájött, hogy az egyik legnagyobb ajándék a családja számára, hiszen összehozta a családot, hiszen tettekben nyilvánult meg az a szeretet is, és egy kicsit előrébb állt. Globálisan gondolkozunk a hitben is. És itt jön szerintem közösség mellett a másik, hogy nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is összekötjük ezt az egészet, és mi bármit az életben megélünk, abban az örök élet összefüggésébe próbáljuk megélni, hogy ami ma történik, annak megvan a rezgése akár az örök életre is. Ami ma nehéz, az lehet, hogy majd az örök élet koronájában fog a legszebben csillogni. És azt látjuk, hogy minden egyes pillanatunkban az életben a vesztesség egy nagy egésznek a része, ami ott van a gondviselés, de sok esetben ott van az is, hogy megtapasztalni, mit jelent egy kereszthordozás és minden más, mert ezek egészében talán értelmet nyernek, mint ahogy egy szőnyegben is, vagy egy műalkotásban is, ott az a pillanatnyi dolog, nem biztos, hogy megértjük, de 3-4 lépésre hátrább megyünk, lehetően valaki megvilágítja egy szakemberként, vagy egy segítő beszélgetésként, akkor jövünk rá, hogy talán a legcsúnyább színek is az életünk legszebb mozzanatai voltak, hiszen egy olyan egészhez járultak hozzá, amiben a veszteséget is rájövünk, hogy része, és elengedhetetlen része annak az egésznek, amit ott összeraktunk is az életünk egészében. Pontosan ezekről szól a dolog, viszont ez azért szokott nehéz lenni, mert aki egy veszteséget megél, az akkor a maga gödrében csücsül, és nem lát ki belőle, és az a krízis helyzet egy beszűkült állapotot jelent, vagy az a trauma, attól függ, melyik oldala erősödik meg, vagy melyik az, amelyik hangsúlyos, és ő nem lát ki belőle ilyenkor, tehát akkor nem nagyon lehet elvárni azt a problémájában, krízisében levő embertől, hogy ő ezt ilyen hosszú távon vagy előre tekintve tudja végig gondolni, és éppen ezért izgalmas feladat az, hogy akik a gödrön kívül ülnek, vagy ülünk, vagy állunk, hogy tudjuk-e segíteni az embereket ebben, hogy előrébb is láthassanak, és tényleg meg tudják úgy élni, hogy az, ami velük történik, az a fejlődésüknek a része. Nem véletlenül szoktam, nem csak én, mások is ahhoz a fajta szülési traumához fogalmazzak így hasonlítani, amikor világra jövünk, mert hogy az se egy olyan nagyon könnyed és laza történés a kismama, de a baba számára sem, és mégis valami nagyon csodálatos dolog történik ennek kapcsán, és ugyanilyen az, amikor valaki a kríziséből, a gödréből egyszer csak elkezd kifele is látni, és meg tudja élni úgy, hogy de ezen keresztül én erősödöm, én fejlődöm, és valamivel több leszek. És ez már minta lehet, ahogy el is hangzott, egy következő helyzet számára. Közben Polc Ellen, aki ugye az egyik legnagyobb író, pszichológus jutott az eszembe, aki kimondottan ezt a területet kutatta, hogy hogyan lehet segíteni a már haldoklókon, vagy akik egy nagyobb veszteség előtt állnak, és azért itt a halálhoz ez szorosan hozzá kötődött az a terület, amit ő kutatott. Hát nyilván azoknak a családoknak, akik el fognak veszíteni, vagy tudatában vannak, hogy el fognak veszíteni egy nagyon közeli hozzátartozót, egy nagyon közeli embert, talán nekik a legnehezebb ebben a gödörben, abban a pillanatban eligazodniuk a világban, vagy látni előre. No hát az ők segítésük lehet még egy nagy kihívás a ti munkátokban. Ez így van. Főleg azért, mert a klasszikus modellek megszűntek. Tehát régen egy haldoklás, a halál egy természetesebb folyamat volt, mint manapság. A egyszoba konyhába élő családban, amikor nagyapa haldoklott, a gyerek mellette játszott. Gyakorlatilag életszagú volt ez az egész történet. Manapság ugye kórházban elfüggönyözve történnek ezek az események, és nem találkozunk vele. Régen természetes volt, hogy volt egy vírasztás szertartása, amikor együtt imádkoztak, együtt beszélgettek, kibeszélték magukból, hogy emlékszel, mint volt, hogy volt, amikor itt volt, fájdalmakat, és hát egy kicsit furcsa módon volt egy halotti tor a szertartás után, amiben már lehet, hogy 2-3 pálinkát is megittak, meg hasonlók, és még lehet, hogy nótáztak is a végére, mert az élet megy tovább. Tehát ugye ezek a klasszikusan évszázadok alatt bejáratott gyászolási folyamatok megszűntek. Az, hogy kikísérték az elhunytat a temetőbe, és ment elő a koporsó, és utána ment mindenki, és a koporsó, és a gyászolók között ott állt a pap, a harangozó,
vonzó, és egyfajta elszakadást már segített. Tehát ezek mind-mind részei voltak. Ugye manapság nem tudunk vele mit kezdeni. Megjelent az ipari megközelítés, vagy kereskedelmi megközelítés az egésznek, hogy jaj, hát nem történik meg, kimaszkírozzák az elhunytat, az csak egy úgysem, mintha meg sem történt volna, a gyerekeink nem szembesülnek ezzel a ténnyel, nagymama csak elutazott messzire, és sorolhatjuk. Tehát egyszerűen mindent kivettek a lábunk alól, és a legtöbb ember tényleg, amikor odaérkezik, nem tud mit kezdeni a szituációval. Nem tud mit kezdeni azzal a szertartással, amit mi végzünk a koporsó mellett, ami nagyon-nagyon sokat segítene, mert zseniális bármelyik történelmi egyháznak az a szertartása, amit megint csak azt mondom, hogy évszázados tapasztalatra ráépült erre a kultúrára, és segítette az embereket. Számára idegen, a szituációval nem tud mit kezdeni, nem értelmezi, nincs hite, nincs örök életben való gondolkozása, nincs folytatása. Tehát ezek mind-mind olyan kapaszkodó pontok, amiket úgy kiszedtünk az emberek lába alól, és amikor oda kerül, akkor tényleg nagy bajban vagyunk. Mert akkor most hogy tudok segíteni? Úgy, hogy ezeket a klasszikus kapaszkodó pontokat már ő nem tapasztalja, meg nem éli át. És hát azt hiszem, hogy itt jön tényleg az a probléma, hogy itt olyan szintű szakemberséget várt tőlünk, a szakot is és az emberséget is nagyon hozzáteszem, ami egy külön tudományággá válik lassan-lassan, vagy feladattá is. És nekünk ezt például papként nagyon-nagyon nehéz megtanulnunk azt, hogy vagyunk képesek gyakorlatilag így mellé állni valakinek is segíteni, hogy akár csak egy szertartás végén elhangzott néhány perces prédikáció után feloldozást, tovább reményt és esetleg útravalót is tudjunk adni, hogy igenis az élet megy tovább is. És veszítettünk valakit nagyon, de azért abban az egészben talán könnyebbé válik, amit mi megélhetünk a hitünk által. Volt egyszer egy telefonhívás, amit kaptam, és akkor azt mondta nekem, egy kedves ismerősöm volt egyébként, hogy barátnőjéért aggódik, akinek meghalt az apukája, és hogy rengeteget sír a barátnője, pedig ők annyit mondják neki, hogy lépjen már rajta túl, meg hát élni kell tovább az életet. És akkor kérdeztem tőle, hogy mikor halt meg a barátnője apukája, mondja, hogy januárban, a mi telefonbeszélgetésünk meg márciusban zajlott. És akkor elkerekedett a szemem, hát nem videótelefon volt, ő nem látta, de elkerekedett a szemem, hogy és ők márciusban azt várják, hogy ő már úgy fog élni, mintha semmi sem történt volna. Tehát nem véletlen, hogy valamikor élő is volt, és nem csak fogalom az, hogy gyász évet tartanak, mert hogy az az emberi természet része, és fontos is, ahogy végigvisz egy ilyen utat valaki, ahogy meggyászol valakit, nyilván akkor, hogyha fontos volt neki, hiszen ha nem volt fontos, akkor persze, hogy túllép nagyon hamar, és még az se jelenti azt, hogy később, ha eszébe jut majd az, akit elveszített, nem fog elpityeredni, vagy nem lesznek szomorú gondolatai, csak éppen tudja az életét tovább élni. Szintén másik példa az élet másik oldaláról, hogy házaspár elveszített egy babát, a születés 7 hónapos kismama volt az anyuka, amikor elveszítették, és akkor ő járt hozzám, és feldolgoztuk, végigjártuk azt az utat, amit ilyenkor érdemes végigjárni. A férje nem akarta, ő azt mondta, hogy túl kell ezen lépni, majd lesz következő gyerek, és amikor ott volt a következő baba, konkrétan szült az anyuka, ott voltam én is mellettük, megkértek, hogy legyek ott, akkor összeomlott az apuka, mert rajta akkor jöttek ki azok a feldolgozatlan élmények, amikkel ő korábban nem akart szembenézni, és ott tört rá az, hogy de mi van, ha most is úgy történik minden, és akkor nem tudott úgy ott lenni, ahogy ott lehetett volna, és hogy ezért is fontos az, hogy ne lépjünk túl gyorsan ezeken a helyzeteken, hanem igenis adjunk magunknak is időt, az életnek is adjunk időt, és akkor járjuk végig azt, amivel el tudunk engedni, le tudunk zárni helyzeteket, amiket elveszítettünk. Gondolatainkkal, érzéseinkkel és akár a külsőségek meghagyásával is, hiszen hogyha belegondolunk, hogy hordjuk ezt a bizonyos fekete ruhát abban a gyász egy évében, akkor látjuk, hogy ma már azt is nagyon sokan elhagyják. Én nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer, hogy eljöttetek hozzám, és beszélgettünk erről az igen fontos témáról. A nézőknek a figyelmet köszönöm. Egy hónap múlva egy másik témával térünk vissza. Viszontlátásra!
A műsor helyszínét a megújult Victoria Garden biztosította.